Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. És jön a Megbeszéljük Tamás Ervinnel, a korábban a Népszabadság főszerkesztő helyettesével, László Mártával, korábban az MTV szerkesztőjével és műsorvezetőjével, és Bolgár Györgyel természetesen. Üdv mindenkinek! Az első téma, amit megbeszélésre ajánlok, ez az, hogy újabb szankciócsomagot rak össze Brüsszel, 71 személy van rajta, ebből Magyarország 3-at lehúzatna. Az első a belorusz vasutak vezetője, a másik Tatárföld elnöke, mint ismeretes, ő nagyon aktívan segít abban, hogy deportált ukrán gyerekeket itt helyezzenek táborba, és oroszosítsák őket, illetve az orosz védelmi miniszter helyettes, ő a harmadik. Tessék! Hogy jutott eszébe a brüsszeli elvtársaknak, hogy az orosz védelmi miniszter helyettest rátegyék a szankciós listára? Hiszen semmi köze a háborúhoz, ugye? Hogy jutott csak most eszükbe? Eddig hogy nem? De a belorusz kormányt megbélyegző határozatnak is ellenállt a Fidesz, úgyhogy teljesen következetes és tényleg békepárti. Így van. Márta? Én elképesztőnek tartom, ami megy, és hogy mi mindenhonnan, mi kihúzzuk. Mi azt nem csináljuk, mi az mindennek keresztbe fekszünk. Mindennek, és én nagyon-nagyon félek, hogy amikor jövő júliusban átvesszük az európai elnökséget, mint Magyarország, akkor aztán végképp keresztbe fekszünk mindennek. És egyszerűen pont akkor, amikor megalakul az új Európai Parlament, az új bizottságokat meg kellene választani, azoknak vezetőt kell választani, és egyszerűen meg fogja béníteni Magyarország az unió működését. Én azt gondolom, hogy Orbánék már dolgoznak a felszámolási terven. Ők lesznek majd az uniós soros elnökei, és hát mivel jöjjenek elő? Ez az unió egy kudarc volt, elvtársak. Fel kell számolni. Kezdjük előről. Megpróbálták már mások is, a Római Birodalom bukása után, mondotta volt Orbán Viktor, köztük legutóbb Hitler. Nem sikerült, de ez így megy most is, mondja, hogy egységesíteni kell Európát, és új birodalmat kell létrehozni. Én ez ellen vagyok, és mint az unió elnöke, soros elnöke, feloszlatom ezt a bagást. Remélem, hogy valami ilyesmivel áll elő, más már nem nagyon van hátra. Ez ugye Veszprémben hangzott el, a Tánc és Mozgás Művészeti Központ fölavatóján. A Páva Tánc Mozgás is, nem? ahol egyébként azt is mondta, hogy hát dolgozhatnánk együtt, és működhetnénk együtt az unióval, ha mindent úgy csinálnának, ahogy én mondom. Ez most egy kivétel, ugye ez az együttműködés a művelődési központ létrehozásával, illetve, hogy Veszprém lesz egy kulturális főváros, de azt is hozzátette, hogy éljen az unió, azt nem mondta, hogy melyik. Nekem az a gyanúm, hogy itt tényleg egy alapvető félreértés van, és ezt ő keresztül is vitte a többségen, hogy valóban a magyar szuverenitás ellen harcol az unió, globalizáció, egységes birodalom lebeg a szem előtt, holott ha pontról pontra megnéznénk azt, hogy miben kifogásolja az unió a magyar kormány működését, láthatnánk, hogy jogállamiság, szuverenitás bizonyos tekinten túllép önmagán, az állampreferenciák, korrupció, oktatás, tehát mind olyan pontok, amely migráció, meg a melegek sorsa, az is ész megáll, hogy ezzel foglalkoznak, miközben a családvédelem Magyarországon kriminális. Nem tudsz úgy egy újságot elolvasni, hogy ne csapja agyon a férje a feleségét, ne ölje meg a gyerekeit, ne legyen iszonyatos botrány az utcában, ahova be nem mer senki menni, még a rendőrség se. Szóval ezzel van tele, meg a gyámügyi borzalmas történetekkel a nyilvánosság. Eközben mi a melegek, meg homofóbok elleni szankciók mellett kardoskodunk. Szóval egy kicsit belegondolna a magyar átlagpolgár abba, hogy konkrétan mit kifogásolnak.
akkor könnyebb lenne eligazodni, hogy semmiféle olyan szuverenitás sértő akció nincs Magyarország ellen, amit így fölnagyítva a plénum elé tár a kormányfő. Éppen most, május 9-én volt 73 éve annak, hogy Robert Schuman, a francia, akkori francia külügyminiszter elmondta azt a híres beszédét, aminek az alapján elindult és az európai, az acél és szén közösség, aminek az volt a lényege, hogy ezen alapító országok a szén és acél termelésüket közös ellenőrzés alá vonják. Így indult az európai közös gondolat, aminek a mai napig szemtanúi vagyunk. Most homlok egyenes más beszédet hallottunk Veszprémben az Európai Unióról, mint amit szerencsétlen volt külügyminiszter elmondott ezelőtt 73 évvel. Hát elképesztő. És azért szén és acél közösség, mert ez az a bizonyos nehézipar, amelyik a fegyvergyártás alapja. Vagyis a második világháború szörnyű tanulságai után az európai vezetők úgy gondolták, hogy akkor lehet megakadályozni az újabb és újabb háború kirobbanását, ha például az alapoknál együttműködésre késztetjük, kényszerítjük, ösztönözzük az európai országokat. Ha majd együtt lépnek például ezekben a keretekben, akkor nem egymás ellen fogják fordítani a fegyvereiket, vagy talán nem is fegyvereket fognak gyártani. És ehhez képest Orbán Viktor most ott tart, hogy Hitler akarta egyesíteni Európát, most így megy ez most is. Igen, én úgy tudtam, hogy nem fegyverrel, nem erőszakkal, nem háborúkkal, hanem mindenki bátran, önként és dalva beleítve Magyarországot is jelentkezett, hogy szeretnénk tagok lenni. Míg ott várnak a kívül a tagok, azok, akik szeretnének tagok lenni, itt vannak a schengeni határainkon kívül, itt van az a derék Szerbia, Orbán Viktor legjobb barátja, még mindig, mintha az unió tagja akarna lenni, és nem jut eszébe, hogy na hát ez az unió el fog foglalni bennünket. Szóval egészen elképesztő odáig addig az apróságig, hogy a belorusz akárkit levenni a szankciós listáról, Belarus nem elítélni az emberi jogok egészen durva megsértése miatt. Hát ha valami az elmúlt években a háború előtt, az ukrajnai háború előtt feltűnt az egész világnak, de Európában mindenképpen, hogy csalták el a belarus választásokat, és milyen rendőri brutalitással, erőszakkal tették tönkre a hónapokig tartó tiltakozó mozgalmakat, hát akkor az Belarus, és látjuk, hogy ez ma is folytatódik. Nem, Belarus az a kommunikáció fenntartásához, a béke érdekében milyen kommunikáció, majd Belarus fog közvetíteni Putyin és az Egyesült Államok között. Orbán azt mondja, hogy az amerikaiaknak és az oroszoknak kellene közvetlenül tárgyalniuk a béke érdekében. Van benne valami, de persze nem így megy ez, de az amerikaiaknak benne kellene lennie, ez biztos. De Belarusnak biztos nem kellene benne lennie, semmiben sem, ő benne van Putyin zsebében. Tehát amikor Belaruszt mentegetjük, kivonjuk, akkor ez mind-mind a Putyinnak tett gesztus. De mindenre a békét teríti rá, és ez egy jó becsapós kártyatrükk. Szóval a béke, mint szó, az minden rövid, normális tömör, embernél egy pozitív kicsengésű dolog, pláne a mai világban. Tehát ezzel a hamis szóval beteríti a legmocskosabb, legképtelenebb argumentációit is. Egyébként szerintem ma már mindig előre tekint, és az lebeg a szeme előtt, hogy jövőre talán egy más összetételű unióval kell tárgyalnia, ami egyáltalán kizárt, bár az eddigi jóslásai eléggé halványok voltak, mert mindenhol az ellenkezője történt, mint amire számított. Két, ja mondani, akarsz valamit? Neki készültél, aztán egeret szültek a hegyek. Hát igen, nem egeret, csak egy sóhajt. Hogy persze, ugye az európai parlamenti választásokon jövőre lehet, hogy egy kicsit eltolódnak az erőviszonyok, sajnos abba az irányba, amit Orbán Viktor szeretne, mert erősödni látszanak, ha nem is győztesnek, de erősödni látszanak a szélsőséges jobboldali nacionalista pártok. Igen, ez lehet. De az nem fog bekövetkezni, hogy az Európai Bizottságot, vagyis az Unió végrehajtó szervét ezek a pártok alkossák, ahhoz ugyanis az országokon belüli választásokon kellene hatalomra jutnia a szélső jobboldali
pártoknak. Márpedig van olyan ország, ahol ez történt, méghozzá európai nagyhatalom, úgy hívják, hogy Olaszország, és Orbán Viktor legjobb barátnője ott a miniszterelnök. Amióta ő a miniszterelnök, azóta láthatóan mérsékelten politikát folytat, nem azt, amit Orbán Viktor szeretne. Az Európai Parlamentben majd lehet, hogy egy kicsit hangosabbak lesznek a löpenek, meg a hozzá hasonlók, de azok nem, hogy egy fecske, hozzá, nem csinálnak nyarat, hát nem ők irányítanak. Tegyük hozzá, hogy a nemrég Budapesten megtartott konzervatív nagy világtalálkozóra Európából tulajdonképpen egy ilyen is barátja nem jött el a miniszterelnöknek. Semmelyik országból sem. Európából senki. Hát löppen nem, az olaszok láthatóan nem. Távol maradtak. A volt bukott kelet-európai barátai, Babis, Jansa. Akik már régen ezek, igen. Nem tényezők. Hát még lehetnek, én nem vonnám meg ezt a lehetőséget, még visszatérhetnek, ugye azért Kelet-Európa is eléggé bizonytalan politikai állapotban van, csak mégis az a helyzet, hogy azok, akik most hatalomban vannak, vagy azok, akik mégis nagyobb játékosok, mint a francia Le Pen párt, vagy az olaszok, azok igyekeznek távolságot tartani. Két számadat, az egyik szerint a magyaroknak már csak 39%-a lát pozitívumot az Unióban. Ez fél év alatt... Tudom, mit akartam mondani. Ez biztos, tudom. Hogy én viszont nem tudom elmondani megint. Mit akarsz? Nem, ne hagyjuk ki tudni, nem tudom, hogy szóba akartad-e hozni, csak ide tartozik, hogy ez a béke, amit mondott Ervin, hogy mindennel leöntik ezzel a békeszószal minden egyes témát, hogy hát békét akarunk, hát mi vagyunk az egyen, a pápa és mi, hát tulajdonképpen olyan szent emberek vagyunk, mint maga a pápa, mert mi békét akarunk. Addig ment ez a dolog, hogy az általuk kinevezett új vezérkari főnök is annyira beszopta ezt a dumát, hogy úgy érezte, hogy kötelessége a nyilvánosság előtt elmondani, hogy bezzeg, ha 39-ben, amikor a nácik lerohanták Lengyelországot, az egy lokális háború volt, elkezdődött volna egy békefolyamat, hát akkor meg lehetett volna előzni a világháborút. Na most egy újabb agyrém, tényleg. Ezt a botrányos szöveget, ez csak azért mondhatta, hát nem ismerem a képességeit a vezérkari főnöknek, de azt biztosra lehet mondani, hogy csak azért juthatott eszébe, mert ezt a szöveget hallja nyilván nem csak a nyilvánosság előtt, hanem a színfalak mögött is, hogy mind ezt kell nyomni. Béke, 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 mert az ukrajnai háború különben nem tudom, mit fog okozni. Világháború, tehát ez a másik mondandó. Riogatása, igen, meg atomháború. Igen, hát sikerült megcserélni a sorrendet. Na tessék. Tudtam, hogy bele fogok nyúlni két kézzel. Átszerkezted egy perc alatt. Gyuri, van még lépcsőház a zsebedben? Ez nem lépcsőházi gondolat volt, ez stúdióbeli gondolat. Kicsit spéttel. Na jó. Tehát valóban a vezérkari főnök azt mondta, hogy 39 után lokális háború volt Lengyelország és Németország között. Ez a lengyelek fülének ez olyan mondat, amit mi nem is tudunk elképzelni, tehát ez maga a rettenet. Amellett, hogy a vezérkari főnök ugye fölcserélte a béka folyamatot, ami megelőzte egyébként, és tökéletesen sikertelenek bizonyult a német támadás előtt Lengyelország ellen, hát nem is beszélve a Molotov-Ribbentrop paktumról, ami szintén ezelőtt volt, de hát erről nem nagyon ejtenek szót, mert nem csak az a lényeg, hogy ki mit mond, hanem hogy mit felejt el, vagy mit felejt ki a mondókájából. Egyébként Novák Katalin megszólalt, és azt mondta, hogy én, mint a hadsereg főparancsnoka azt mondom, hogy a történelmi vitákat hagyjuk a történészekre. Hát, ha akarom, ez egy helyretétel, nagyon szelíd és visszafogott módon. Holott egész más kellett volna mondani. Bizonyán. Szóval azért vehetné magának a bátorságot, hogy egy saját maga által kreál mondatot elmondjon. Egy ilyen kijelentés kapcsán, ami nem csak a történelmi tények abszolút megmásítása, hanem a megfelelni akarásnak valami olyan csúcs teljesítménye, amit ha ez a vezérkari főnök továbbra is tesz, abból nagyon csúnya egy diplomáciai botrányok, kettő, akár hadügyi botrányok is lehetnek. Nem értem, hogy ebbe ő miért ment bele, nem hiszem, hogy ezt készen kapta, hogy mondja el, hanem
hanem meg akar felelni ennek a hangulatnak, amit kelt ez a kormány. Tudja, folyamatosan túltoljuk a biciklit minden téren. És nem tudta, hogy beletenyerel a legérzékenyebb magyar-lengyel baráti kapcsolatok mélyen. Nem is volt még talán a diplomáciában, legalábbis én nem emlékszem rá, hogy egy ilyen megszólalás után ráadásul a nagykövet azonnal írt egy levelet, egy nyílt levelet, nem is személyre szólóan, hanem egy nyílt levelet a világnak, hogy álljon meg a menet. Most az a legközelebb megoldás, hogy hagyjuk a vitákat a történészekre. Hát, szóval. Hát ez kényelmes, persze. Az rejlik, hogy nem kellett volna húzakodni Hitlerrel azután, hogy megtámadta Lengyelországot, hanem odaadni. Hát vigye. Akarja, vigye. Vigye. Odaad. Vegye, vigye, ugye, mint a Fellini filmben. Erre persze akkor... fölbátorodott, és hajrá, nem és volt. Hát ez ugye Ukrajnáról szól. Így van, szóval. Persze. De hogy a köztársasági elnöknek valóban miért csak erre a semmitmondásra futotta, éppen a héten hozta nyilvánosságra a saját Facebook oldalán egy fotóval, hogy milyen népes és kiváló tanácsadói gárda segíti. Hát ott volt benne Martonyi János, volt külügyminiszter is, teszem hozzá, Balogh Zoltán volt miniszter is, hát meg Lackfi János, kiváló költő, Gundel Takács Gábor, kiváló műsorvezető, Szörényi Levente. Hát valaki mondhatta volna neki a sok illusztr, Schmidt-Mária is ott volt, történész is van, hogy elnök asszony, kedves elnök asszony, talán egy kicsit nyomja meg azt a tollat, vagy... Vagy csak lapozza fel a történelem. Schmidt-Mária mit mondhatná neki, Németország sem létezik, hát miért létezne Ukrajna? Ez igaz, látod? Így van. Na jó, menjünk tovább. Mit akartam mondani? Az, hogy két számban, most már figyelj. Igen. Segítsetek, hogy el tudjam mondani, jó? Két én számban. Nem szólok ezt. Az egyik fél év alatt 12%-kal csökkent az unió pozitív megítélése, és most 39%-on áll. Ezen kívül a magyarok 42%-a szerint nem az oroszok, hanem a nyugat tehet a háború elhúzódásáról. Tekintsük ezt két témának, de én egyben ajánlom föl nektek. Tessék. Hát ha valakinek folyton azt súlykolják a fülébe, hogy te nem magyar, hanem török gyerek vagy, és most janicsárt képzünk belőled, mert ugye innen vitték el a magyar gyerekeket annak idején, és töröknek képezték ki, török katonának, és indulj megtámadni a Magyarországot, most mondtam egy ilyen nagy általánosságot. De ha valakinek valamit nagyon sokszor elmondanak, hogy te nem fázol, nincs itt hideg, dehogy is, akkor előbb-utóbb elhiszi, hogy hát tényleg, nincs is olyan hideg. Igen, csak hogy fél év alatt ilyen drasztikus csökkenést látni, azért az megrázó. Nagyon. Hát nagyon. Tanulni lehetünk pár ilyen változásnak, az orosz barátság. Igen, igen, igen. És át lehet mosni a magyar átlagember fejét. Folyamatosan. A pénzek nem jönnek, ez erős érv, ebben lehet operálni. Szankciós infláció. A szankció miatt, igen, Brüsszel miatt van minden rossz, hiába. És most győzünk, mert 24%-ra ment le az infláció, ez már a kormány győzelme, miközben Európában csúcstartók vagyunk. Szóval amikor nem lapoz valaki egy kijelentés után, már pedig a magyar ember nem lapoz, nem néz utána, nem érdekli, megeszi a közszolgálati adást, szépen otthon ezt csúlykolja, a kocsmába erről beszélnek, nem nagyon kevés ember lép már egy méterre a tények után érdeklődni, hogy mi is van-e mögött, és addig ezt a propagandát valóban sikerre lehet vinni, ez egyértelmű. Az egy más kérdés, hogy ez az átverő show, ez mikor csap katasztrófába. És olyan lépésekre, amit nem tudunk előre fölvázolni, mint ahogy az se, ami 10-12 év alatt történt ebbe az országba. Nem csak a fejek átfordításával, hanem a tényezők átfordításával, az, ami történik ebbe az országba, az, ami naponta pofán vágnak 100 milliós korrupciós ügyekkel,
jóvátételt fizetünk a mészáros projekteknek, hol a vasút korszerűsítésnél, hol az autópálya koncesziónál változnak a körülmények, akkor segíteni kell őket. Most ez a közhely az én pénzemből, de igen, az én pénzemből. És egy csomó ember... Megmásítják az alapszerződést, kap még 70 milliárdot a vasút korszerűsítésre úgy, hogy színvonaltalabb berendezésekkel fog műszaki megoldásokat elvégezni. Hát ki látott már ilyet? Változtak most, valóban a körülmények, a miénk is. Egy csomó embert ez nem is érdekli, föl se fogja a milliárdokat, föl se fogja. Napi gondja az, hogy van-e kenyér a család asztalán. És nem az a legfontosabb problémája, hogy most elővegye az internetet, már ha egyáltalán van pénze elővenni, vagy az okostelefonját, és, vagy adj Isten nyelvet tudna, hogy bármilyen... Hát nézzük meg, milyen akciókat hirdetek ezek a multik. Egyik a másik után, most már szinte versenyben vannak egymással élelmiszerügybe, a Spar a Lidl-vel. Olyan verseny van árleszállításban, hogy öröm nézni. Aki ezt figyeli, na, meg a kuponokat. Szállítanak le. Most pedig a állam meghirdeti, hogy akciózni kell, és ki kell tenni a üzlet elé, hogy azok, amiket a kormány rendel el, azt hogy teljesíti az adott üzlet. A jóságos miniszterelnök közbelépésére. Nek a apróbb részei tönkre fognak ebbe menni, mert most már oda be nem teszi a lábát normális ember, mert mindenki persze, hogy olcsóbban akar a kis pénzéből vásárolni. Azért lepődünk meg minden áldott héten, vagy minden nap a propaganda hatékonyságán, hogy, vagy nem is lepődünk meg, megmagyarázzuk magunknak, meg a hallgatóinak is, hogy hát ezzel a propaganda fölénnyel, hogy megszerezték magunknak a média döntő többségét, és ugyanazt súlykolják, ugyanazt mondják, nem számít, nem unják meg, mi pedig azt az egy-két mondatot elfogadjuk, meghalljuk, nem érdekel, többire nem figyelünk, nem keresünk utána, de azért lepődünk meg újságíróként, mert közben azt látjuk, hogy nem ugyanaz a helyzet, mint a rendszerváltás előtt. Hát akkor gyakorlatilag egy dolgot lehetett mondani, hallani, olvasni, legfőjebb a sorok között lehetett látni, hogy hát a Népszabadságnak egyik vagy másik újságírója vagy rovata kicsit szabadabban, mintha mást írna, mondana, mint ami a hivatalos párt vélemény. Olvasni a sorok között. Igen, de különben nagyjából az egész egy irányba mutatott, ugyanazt mondták, ugyanaz volt a hivatalos. Most pedig hát léteznek különböző független orgánumok. Még létezik akár az interneten egy klubrádió nevű rádió is, és így tovább, mindegy, nem mondom, hogy kicsodák. Tehát elvileg látszik a lehetősége annak, hogy ha valaki kíváncsi, ha valaki érdeklődik, az megtudhatja az igazságot. És mégse tudja meg, és még arra is figyelnek a média megszerzése és manipulálása közben, hogy amikor néhány évvel ezelőtt megszerezték az Indexet, nem olyan portált csináltak belőle, mint az Origó, hát amelyik tényleg a minden alatt van, tényleg. Az egészen elképesztő. A kormánynál is százszor kormánypártibb, ha tetszik, tehát a kormány sugallatait fogalmazza meg hírekben, tényekben, vádaskodásokban, rágalmakban, amit a kormány nem mer kimondani, de az Index nem ilyen lett, meg akarták tartani a korábbi független portál olvasóit is. De amikor arról van szó, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy hát a Római Birodalom bukása után mennyien akarták újból egyesíteni, új birodalommá formálni Európát, így legutóbb Hitler, és ez megy most is, akkor nem azt veszi ki az Index, ami a dolog lényege, hanem Orbán Viktor, ez a főcím már mióta, Orbán Viktor, kettőspont, éljen az Európai Unió. Na, így lehet manipulálni, és amikor mi arra gondolunk, hogy egységes kormánypropaganda, akkor bizonyos szempontból igazunk van, de másfelől végtelenül manipulatív és finom hangolt, és ilyen módon még azoknak egy részét is el lehet érni, és lehet formálni, alakítani, akik érdeklődnek, akik mást is megpróbálnak megtudni, mert azok is valahogy fogva lesznek. És olyan jól sikerült ez a finom hangolás, hogyha észrevettétek, ha bármi baj van, akkor az emberekben nem az csapódik le, hogy valamit rosszul csinált a miniszterelnök.
csak ő nem hibás soha semmiben. Hát önkritika sincs, az egész kormányra nem jellemző, tehát nem pusztán. A kabinet sem tud hibázni, mert mindenkire, a Gyurcsánytól, a Brüsszelig, a szankcióktól, az amerikaiakig, mindenki bűnös abban, hogy ma ez a gazdasági helyzet jellemző Magyarországra, és ez az elszigeteltség. Ilyen elszigetelt ez az ország. Soha nem volt. 56 után volt, akkor még kicsi voltam, erre nem emlékszem világosan. És mi, hogy lehet átállítani az embereket, hiszen az régóta történelmileg benne van, a magyar ember így szocializálódott, mi is, hogy mindig kicsik voltunk, mindig manipuláltak bennünket, elfoglaltak, átmentek rajtunk a különböző hadseregek, és mi mégis megmaradtunk, és bátran, és függet, stb. És most ebből él Orbán Viktor, azt mondja, kicsik vagyunk, de erősek, meg nagyon ravaszak, meg túljárunk az erősek eszén, és lehet, hogy most látszólag mindenki ellenünk van, de nekünk van igazunk, és én bátran mindenkinek a szemébe mondom. És ez a magyar társadalom legalább felének elég erős érv, és nem kell neki más iránt érdeklődni, ez neki elég. Hát a tét nélkül lehet hősködni, akkor igen, abban mi aranyérmesek vagyunk. De van itt más dolog is, a mi ámulatunk mögött, ugye két korszakról van szó, nem föltétlenül összehasonlítható, de nekünk úgy tűnt a kádárizmus általam belátható részében, hogy ez a társadalom erősen nyugatpárti. Nyugatra akart menni, a nyugati áruk érdekelték, valamilyen szinten a középosztályt, a nyugati eszmék, a nyugati irodalom, stb. És nem vettük észre, hogy az első kiáramlás miért történt, hát a Gorenyért történt, és a nyugat az, mint a bőség jelképe jelent meg a magyarok többsége számára. Elfelejtettük ugyanis, hogy nyugat ellenesség is létezett mindig a magyar társadalomban, csak ez a rendszerváltással úgy elnyomódott valahogy, és most előhívták. Létezett, de előhívták, felerősítették, és a magyar társadalom egyre inkább Amerika ellenes, nyugat ellenes, nagyon nagy mértékben. Ezt gondoltam, még hozzáteszem, mert ez így van, és azok a korifeusok, akik ezt bőszen hirdetik, egészen véletlenül a Gardató mellett meg Londonba vesznek lakást, a gyerekeiket nyugati egyetemekre járatják, nem Tadzsikisztánba, de ezt a magyar ember nem szondázza le, hogy valami ellentmondásnak kellene. Értünk hoznak áldozatokat. Hurrá! Nem akarják elvenni meg a gyerekeinktől a helyet a moszkvai egyetemeken. Mert nincs benne az Erasmus programban, ez csak azért van. De egyébként megérjük be azzal, ami van. Én a minap láttam egy plakátot, ha már ott az árcsökkentésekről beszéltünk. Az egyik nagy áruházlánc ünnepi WC-papírt ajánl a vásárolóknak. De hát ezt már Eszterházi óta tudjuk, hogy a mi WC-papírunk kemény. Persze, hogy olcsó. Jó, hát nem tudom, még mindig nem tudom magamnak megmagyarázni, hogy 6 hónap alatt sikerült ezt így beizzítani. De itt van a másik. Unió ellenességet? Azt a 12%-os visszaesést. De itt van a 42%, ami szerint nyugat tehet a háború elhúzódásáról. Ha jól értem, akkor ugye ez arról szól, hogy a ukránok igazán megtehetnék nekünk, vagy Európának azt a szívességet, hogy lemondanak a saját országukról, vagy annak egy részéről, a szuverenitásukról, amire mi olyan büszkék vagyunk, a függetlenségükről, hogy úgy döntsék, úgy éljék az életüket, ahogy gondolják, és hát tulajdonképpen építsék be magukat a európai béke dévavárának falába, ez a minimum, amit értünk megtehetnek. Jól értem, hogy valami ilyesmi van. Jól, és tulajdonképpen igaz, hogy a háború elhúzódásáért az a segítség okolható, amit a NATO és egyes országok nyújtanak Ukrajna számára, csak hát itt tényleg arra van szó, hogy van egy megtámadott, és van egy megtámadó. A megtámadó, ha ezt a hadianyagot nem kapja meg Ukrajna, valóban nagyon hamar, és valószínűleg a titkos tervek szerint el is ért volna Kijevig, és nem ez a megszállt területeken folyna most a vita, hanem Ukrajna létét fenyegette ez az agresszió. És akkor milyen jó lenne nekünk, béke lenne,
Kárpátalján kereshetnénk valamit talán, leesne valami morzsa az asztalról. Nem tudom tényleg, hogy mi ez, hogy 56-ban nem segítettek, azért volt a probléma. A második világháborút sem nyerte volna olyan könnyen meg Szovjetunió, ha az amerikaiak nem lépnek be a háborúba, és az egész nyugati szövetség nem tett volna meg mindent, például hadianyagszállításban. Pénzzel, fegyverrel, és a nyugati frontvonalakkal. Azért, hogy, hogy a nácikat visszaszorítsák. Szóval tényleg a történelemből ilyen similabdát csinálnak az órom előtt, és képesek a magyarok ezt beszopni. Putyin ugye azt mondta, hogy a nyugat elfelejtette, hogy ki nyerte meg a második világháborút. Hát arra mondott, hogy ő. Természetesen, igen. Igen, ott állt fönt a Melvéden, és hát közel se akkora volt már ez a felvonulás, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, meg elfogytak a tankok, gondolom szolgálatban vannak. Nem fogytak el, csak kicsit öregedtek, 75 évesek, amik most hát indulnak. Nem frontra. Tudott volna végig menni, ami meg még tud menni, az meg régen harcol. Azt soha nem fogjuk megtudni, hogyha nem támadja meg Szovjetuniót a német csapatok, akkor mi történt volna. Azzal az alkuval, amit ugye mindenki tud ma, hogy a Ribbentrop milyen alkut kötött, amit Hitler nem tartott be, ugyanúgy agresszió részese volt a nagy Szovjetunió, és bizony valóban a legnagyobb áldozatot hozta azért a győzelemért, aminek a részese. De az, hogy elfeledkezni azokról a társakról, akik nélkül nem nyerte volna meg ezt a borzalmas háborút, az tényleg történelmi hamisítás, ugyanúgy, hogy hagyjuk az ukránokat békén, aztán vigyék el a balhét, és akkor béke lesz, meg nyugalom. Szóval, igen, de ez az orbáni cinizmus, persze annyiból érthető, hogy nyilván a magyar társadalom zöme is úgy gondolkozik, hogy hát most nem mindegy nekem, hogy Ukrajna hány százezer kilométer, vagy 600 000 négyzetkilométer, vagy csak 500 000, hát oroszoknak is vannak jogos igényeik, ott van egy csomó orosz nemzetiségű, vagy oroszul beszélő ember, hát miért ne lehetne az övé, biztos van ennek valami racionális alapja, és ezért aztán úgy gondolják, egyezzenek meg, mindenkinek jobb lesz, béke, csak azt már nem gondolja végig az átlagember, Orbán persze tudja, hogyha az oroszoknak odaadják Ukrajna 1/5-ét, mondjuk a mostani állás szerint, akkor 5 év múlva, 10 év múlva folytatódik a dolog, már előre tolt állásokból, már abból a félig megnyert háborúból kiindulva, amit most leszeretnének zárni. Ne felejtsük el, hogy a Putyinnak egy elejtett szava volt, hogy azok a kelet-európai országok, amelyek NATO tagok lettek, lépjenek onnan ki. Igen. Nekünk az a követelésünk és a vágyunk. Igen, állítsuk helyre a 94 igen. Előtti állapotokat. Ezt igen. 97 előtti. De ezt ő elejtette, igen. Ezt a vágyát. Persze. Minden további nélkül. Róla, most elfelejtette, de ezek a dolgok mindig egymás után következnek. Az időeltolódásokat, a kronológiát nem fogjuk tudni előre felállítani, de hogy logikusan jön egymás után a Szovjet Birodalom visszaállításának a vágya, az az órunk előtt zajlik ma is. Hát illetve igen. A 18. század óta, azóta mindig létező orosz birodalmak visszaállításáról van szó, hogy szovjet, vagy nem szovjet. És Orbán nem irracionális, mert az elmúlt években is mondta többször, hogy hát nekünk kell egy pufferállam Oroszország és Magyarország között. Azt mondta szó szerint, nevezhetjük ezt akár Ukrajnának is, mondta végtelen cinizmussal, de azért abból a magyar önérdek szempontból, amiben ő gondolkodik, hát nekem nem mindegy nekem, hogy Ukrajnának hívják, vagy akár, csak legyen valami közöttünk. Hogy aztán ez most valamennyivel kisebb? Hogy aztán az egy orosz katonai agresszió eredményeként alakul ki? Kicsit nagyobb lesz a fenyegetettség, de nekem a következő néhány évben pont elég, ha az oroszoktól megint kapok gázt, meg olajat, meg helyreáll ez a kapcsolat, és akkor továbbra is csinálhatom az én kis játékaimat. Ráadásul úgy, hogy az az Oroszország sose fogja nekem elfelejteni, hogy mennyi szép gesztust tettem neki egyedül az Európai Unióban.
Nem fogunk tudni belelátni, csak azért megemlítem és fölajánlom, hogy beszéljünk erről is, hogy azért az orosz társadalmat nem, vagy legalábbis annak egy részét, vagy legalábbis mondjuk a gazdasági elitet nem érinti olyan nagyon jól ennek a háborúnak az elhúzódása. A Medúza nevű független orosz hírportál, ami Rigából ad, vagy Rigából szerkesztik, az hozta le, hogy egy korábbi nyilvánosságra hozott telefonbeszélgetés után, itt a második, és akkor már összesen 4 orosz oligarcháról beszélünk, akik egymás között seggfejnek nevezték Putyint, aki tönkreteszi, a faxót használták egyébként az angol szövegben, tönkreteszi a jövőnket és a gyerekeink jövőjét, és ez megismétlődött egy másik beszélgetésben. És az embernek az jut eszébe, hány magas épület van még Moszkvában, ahol még lehet repülést gyakorolni? Igen. És az egyik orosz hírportálnak sikerült megszólítani egy volt titkosszolgálati tisztet, aki azt mondta, hogy igen, ezek természetesen vannak, egyre inkább, csak már nem telefonon, hanem a konyhában beszélik meg, de a hangulat Putyin ellen az egyre erősebb ezekben a körökben. Egyébként hát mindenki, mondta ez a tiszt, pénzt gyűjt, pakol, tömi a zsebeit, mert tudja, hogy rossz idők jönnek, ha Putyin bukik, ha nem. És többek között a fiúk az SVR-nél, meg az FSB-nél, tehát a Cseka utódjánál is pénzre játszanak, hiszen ki szivárogtatta ki ezt a felvételt? Hát ők. Azért, hogy azok, akiket szintén lehallgattak, ijedjenek meg és tejeljenek azért, hogy ne hozzák nyilvánosságra. Bocsánat, kicsit hosszú voltam. Hát nyilván semmilyen országban nincs egységes hozsanna a háborúért, és az is nyilvánvaló, hogy azok, akik kicsit plasztikusabban és a saját zsebükön keresztül is látják a folyamatot, aggódnak a pénzükért, biztonságukért, nyugalmukért, jólétükért. Én ezt nem tartom egyelőre olyan veszélynek, amelyik Putyin nagyon is keményen körülbástyázott hatalmát veszélyeztetnék. Az a paranoia egyébként, amely Putyint jellemzi, annak a nyomait itt a magyar viszonyok közepette is naponta láthatod. A rendkívüli állapotot, a kocsik számát, a testőrségek számát, azt, hogy köznapi módon ezeket az embereket már nem lehet látni, csak megrendezett kormányőrséggel biztosított helyszíneken, tehát az a fajta, hogy mondjam, a köztől való félelem és a közügyek teljes birtokba vétele egyszerre zajlik ma Magyarországon a államhatalom részéről. De ahogy Simicska Lajos ma már nem létezik, Orbán Viktor viszont nagyon is, szerintem ugyanez a helyzet Oroszországban is. Ott is létezik. Biztos. Orbán Viktor. Így van. Van egy másik kritika is, ezt a Yale Egyetem egyik professzora követte el a New York Times-ban, aki azt írta, hogy a nyugat komolyan tehet arról, hogy a háború ennyire elhúzódott, és hogy ilyen sok ukrán katona meg civil halt meg, mert azokat a pusztító fegyvereket rég oda kellett volna adni, aminek a részüket még mindig visszatartják, ugye most repülőkről meg nagy hatótávolságú rakétákról van szó, amikre Zelenszky azt mondta, hogy köszönjük, nem ezt kérjük, hanem repülőgépeket, és valószínűleg azért nem indult el a támadás, mert hát kicsit ezzel zsarolja a nyugatot, hogy akkor nem indulunk el, amíg nem külditek. És tette hozzá a professzor, úgyis elküldik. Tehát a nyugat valóban valamilyen mértékben csak másképpen felelős a háború elhúzódásáért, írja ő. Hát ez is egy nézet, de azért bele gondolva ő helyzetükbe, azért ők is tudják, hogy a tűzzel játszanak. Szóval lehet, hogy a mi vezetünk ragyogóan operál az atomháború veszélyével, mert ezzel is csak a félelmet gerjeszti a magyar társadalomban, de egy felelős és nagy potenciális ország vezetőjének nagyon is meg kell gondolnia, hogy milyen fegyvereket küld, milyen ütemben és mennyit egy ilyen háborúba, mert azért tényleg az eszkaláció veszélye ott lebeg a fejünk fölött. Így van, úgyhogy
szerintem az, hogy, és ráadásul ugye rengeteg véleményt lehet olvasni, azért, ha visszagondolunk az elmúlt több mint egy évre, kiváló katonai szakemberek volt, ilyen-olyan parancsnokok is képesek voltak egymásnak homlok egyenest eltérő, ellentmondó véleményeket, határozott megállapításokat tenni, amelyeket utólag kénytelenek voltak módosítani, vagy ezért, vagy azért. Az oroszok 3 hét alatt győznek, 3 nap alatt győznek, 3 hónap alatt győznek, sok minden volt, mondom, hozzáértő emberektől. Azt gondolom, hogy senki nem tudja pontosan, talán még a Fehérházban sem, ők milliószor több dologról tudnak, mint mi, de azért azt már nem biztos, hogy ők is felfogják, hogy vagy igazán van pontos információjuk arról, hogy és mennyire van erő és elszántság az ukrán haderőben, az ukrán társadalomban. Lehet, hogy Zelenszkij sincs ezzel tisztában. Ma még teljes az egység, hogy ellenállunk és győzni akarunk, és lehet, hogy egy idő után bekövetkezik valamilyen hangulatváltás, amit sokkal később fognak majd észlelni, mert a hatásai később lesznek érezhetők, és akkor egyszer csak fogy a támogatás, vagy porlik szét a támogatás, és hiába küldenek ilyen vagy olyan fegyvereket, azt már nem lehet úgy felhasználni, mint ahogy. Szóval a lényeg az, hogy rengeteg sok okos ember és tájékozott ember sok okos dolgot mond. Covidnál frenetikus felismerésre jutottam, hogy legalább akkor a bűn keveset olvasni, mint sokat. Igen. Mert úgy meg tudod zavarni, pontosan, hogy a végén azt se tudtam, hogy fiú vagyok. A világ legjobb szakértője a pandémiáról és is. És másfél nap után tudtam, hogy mit mondott az vagy ez. Hát ebben a háborúban is okos lehetsz, meg rengeteg hipotézisnek van alapja, mert ez egy bonyolult helyzet, de hogy kinek mennyire és hogyan, miért van igaza, az borzalmas nehéz lakmuszpapíron lemérni. És még utólag se lehet biztos abban, hogy a történelem miért alakult úgy, és az se biztos, hogy úgy alakult, mert majd átírjuk. Minden esetre abban sem vagyok egészen biztos, hogy itt a magyar katonai vezetés mindent tud, ami a NATO-ban történik. Azt nem tudni. Már nem kötik az orrunkra. Nem kötik az orrunkra. Nem csak de azért egy fontos dolgot a vezérkari főnök közölt, tehát hogy szitja módon kell hozzáállni a hadsereg építéséhez. Ez itt a 21. században ez egy. Már úgy érti, hogy a tegez fényesítés az nem tartozik bele a modern harcművészetbe, hát lehetséges. Bár ezzel együtt is, most nem akarok ezen gúnyolódni, mert nem tudom, hogy mire gondol. Nem nagyon értem, ez valószínűleg szintén egy ilyen elvártnak való megfelelő. Hát a Szabad Európa egyik munkatársa azt tudta meg állítólag néhány katonatiszttől, hogy hát ez tulajdonképpen egy ilyen belső zsargon, hogy tartalékosokra épített területvédelmi programokat vagy terveket kell kidolgozni, tehát ha jön az ellenség, bejönnek a oroszok, tehát csak nem gondolnak ilyesmire, na mindegy, bejönnek az oroszok, akkor hát nem elég az együttműködés a NATO-val, hanem nekünk is valahogyan fel kell tartanunk a támadókat, és lehet, hogy az a 40 harckocsi, ami még nincs is itt, nem lesz elég, tehát kellenek ilyen kisebb-nagyobb ellenálló csoportok, amelyeket, hogy miért éppen szitja módon, de állítólag erre vonatkozik, de ebben semmi új nincs, csak a szitja elnevezés hangzik irtózatosan nagy baromságnak. Igen, de ilyen létezik. Ezt még sem mondhatta volna, hogy Korvin közi harcmódot használunk, mert annak nem örült volna a kormány. No jó, hétfőtől jön egy európai parlamenti delegáció, pontosabban az Európai Parlament egyik szakbizottságának a delegációja, amely hát azt nézi, hogy Magyarország mennyire felel meg a jogállami követelményeknek, hogy használja fel a pénzeket, illetve hát megpróbálnak így előre menekül megnézni, hogy fogja majd jól felhasználni a pénzeket. A Klubrádiónak nyilatkoztak a műsor első felében, és azt mondták, hogy hát nem látnak pozitív jeleket, tehát mintha a kormány nem akarna megfelelni az elvárásoknak, és hát így mi lesz ezzel a pénzzel, aminek a bejövetelét, ha már az oroszok bejöveteléről szó volt, azt ígérik nekünk 2022. júniusa óta Navracsics, akkor kezdte ezt a visszatérő. Hát én csak ilyen kakuk van. Minden órában kiugrik, és azt mondja, Lenin. A régi vicc szerint. Igen. Hát eddig nem jött. Na jó, ez van. Nem is fog? Nem. Ha az unió múlna, akkor jönne.
Csak nekem egyre inkább az a benyomásom, hogy mintha Orbán szándékosan nem akarná. Talán a pénzt akarja, de abban nem akar belemenni, hogy engedjen. Bizonyos dolgokban igen, bizonyos dolgokban nem, majd az én feltételeim alapján adjátok. De az meg nem fog menni. Tehát mintha beáraszta volna magának azt is, hogy nem lesz megállapodás, és majd talán jövőre, ha az európai parlamenti választáson tényleg erősödnek a szélső jobboldali nacionalisták, akkor majd másképp fognak velem beszélni, mert én annak meghatározó alakja leszek, és addig meg kibírjuk valahogy, a kínai elvtársak fognak segíteni, orosz elvtársak, fölveszünk hiteleket a piacról, hát egy kicsit több lesz a hiány, de hát Istenem, kibírtunk mi már ennél rosszabbat is. Nem tudom megjósolni, hogy mi jön és hogyan, mert jó ideig Orbán még annak is ellenállt, hogy kölcsönt vegyen fel az Uniótól, nekünk arra nincs szükségünk. Aztán most hirtelen bejelentette, hogy mégis szükség volna, mert hát azért a kamatfeltételek nem ugyanazok. Egy biztos, ez a trükkös játék, amit 10 évig legalább játszott Brüsszellel, ennek vége. Ezen átlátnak, a bizalomnak a szikrája nincs meg azokban az emberekben, akik ezeket a törvényjavaslatokat ellenőr kontrollálják, és összevetik azzal, ami a valóságban történik másnap, mert másnap már más történik, mint amit ők javasolnak. Ugye a svédeket zsaroljuk, hogy nem írjuk alá a NATO-ba való belépésüket, a bielorusszokkal szolidárisak vagyunk, szóval ezek a mókák, ezek nem működőképesek. És én úgy gondolom, hogy most már, ha a politikában nincs is érzelem, azt szokták mondani, szerintem van érzelem, nem is kicsi, és ez az érzelem most már nagyon eltolódott a racionálistól az emóciók világába, meg ezekbe a trükkökbe való elmerülésbe. Ezt nem hagyhatják. Annyira fontosnak tartja az Európai Parlament ezt a mostani delegációnak a látogatását, hogy pont ahogy jöttem ide, akkor adta ki a jövő heti programját, és abban ez szerepel az első helyen. És ugye azt tudjuk, hogy a leghangosabb testület, hogy nem szabad több pénzt ellenőrizetlenül Magyarországnak adni, az éppen az az Európai Parlament. Márpedig Magyarország csak arra hajlandó, hogy ahol nagyon muszáj, itt-ott kozmetikáz egy-egy törvénynek a bal alsó sarkát, vagy beteszünk ide egy kötőjelet, de nekik az egésszel van bajuk. Tehát itt az egész jogrendszerünk, ami átalakult az elmúlt több mint 10 évben, elfogadhatatlan egy unióban. És amíg ezen nem változtatunk, addig nem is fog történni semmi. Mert a parlament beszámolója után a bizottságé a következő lépés, és ilyen körülmények között a bizottság nem fogja azt javasolni a tanácsnak, hogy jó van, most már minden rendben van, küldjétek a pénzt. De Orbán arra játszik, hogy maradva csak az Európai Uniónál, hogy annyi kritikusom volt már, annyian támadtak nekem, hát ott volt az a, hogy is hívják, Tavares jelentés, ugye? Az a Tavares, az a portugál volt kommunista. Hol van ez az ember? És ott volt az a Sargentini jelentés, ez a holland zöld. Hol van már ez a Sargentini? És itt van az én egyik legnagyobb brüsszeli ellenfelem, Verhofstadt volt belga miniszterelnök, a liberális frakció volt vezetője, bejelentette, hogy jövőre már nem indul. Mindegyik kihullik a rostán. Én itt vagyok, itt maradok, és lehet, hogy például itt a Fico barátom a őszi rendkívüli szlovák választáson megint hatalomra jut, és akkor már ketten leszünk, kicsik vagyunk, de erősek. Szóval tulajdonképpen azt mondanám, hogy túlélésre játszik Orbán, de nem, annyiból csak, hogy én erősebb vagyok, én nekem sokkal stabilabb a hátterem, én megszereztem ezt a szinte totális hatalmat Magyarországon, az összes többi ilyen demokrata, liberális, ezek előbb-utóbb bukni fognak, én pedig a színen maradok. Az emberek meg szépen lassan éhen halnak.
Hát. Valószínűleg igen, már olyan vélemények vannak, hogy nem arról van szó, hogy ezt az országot, mint ahogy az államát foglyul ejtette a rezsim, hanem hogy az emberek elég jelentős része ilyen rendszerben szeretne élni, és szeretett volna élni korábban is. És a rendszerváltás után következő évtizedeket káosznak, zűrzavarnak, és a számára átláthatatlannak tekinti. Ez egyszerű, átlátható, úgy gondolja, hogy van erő, van rend, rend egyébként nincsen, van tisztaság, tisztaság sincsen, de hogy ez így rendben van. Hát úgy szocializálódtak az emberek, hogy megmondták nekik, hogy mi a jó. És volt egyfajta biztonságérzetük. Ma az embereknek nincs biztonságérzete. De nem romlott. Mindenki nincs, szorong. Akár bevaj, az, akinek egy kicsi esze van, meg depláni szorong. De érzi mindenki, hogy valami nincs rendben. És hogyha azt mondják, hogy Brüsszel, akkor elhiszi, hogy ja, hát akkor Brüsszel. Nem az én. Az orbáni politikának is van egy olyan része, hogy mindenkinek odaadni, ami neki kell. Ő nagyon is operál a leszakadókkal, mert nincs vele dolga. Közmunka, ilyen-olyan manipuláció a falvakban ezerrel működik, a hatalmi központok kiépültek, és ne felejtsük el, hogy az a betagozódás, ami 2013-ig jellemzi ezt az országot, az nagyon is magasfokú. Nincs alternatíva, az emberek, akik egyről kettőre akarják jutni, kénytelenek betagozódni ebbe a rendszerbe. Nemrég még bojkottálni akarták a CBA-t, ma már nem a CBA-t nem bojkottálják, hanem azokat a cégeket, vállalkozásokat, ahol abszolút jelen van a NER. Ott vannak és alá dolgoznak. Hát ezzel a jó hírrel fejezzük be a műsort. Köszönöm szépen László Mártának, Tamás Ervinnek és Bolgár Györgynek. A műsor készítésében közreműködtek Csernyászki Judit szerkesztő, Lantos Dániel, Csorba László, Túri Lui, Sipos Magdi és Színási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!